tetszett. És egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van, és választható. Tehát ezek azok az emberek, hogy itt vannak a feltételek, és arról kell egy névlistát csinálni minden évben. Mert ha bármi történik, szívromot kap a lelkészül, és újat kell választani, akkor csak azok válaszanak lelkész, akik építően itt vannak a gyülekezetben. Most néhány helyen az történt, hogy olyan emberek döntöttek presbiter választásokban, akik még soha nem voltak Isten tiszteleten. Csak valaki azt gondolja, hogy aki jelölt volt, hogy biztos, ami biztos, legyenek ők is ott. De nehogy már a kívülálló eldöntse, hogy az egyházban mi történjen. Hát azok az emberek döntsenek az egyház ügyeiben, akik építően részt vesznek benne. Erről egy névjegyzéket kell csinálni, mert ha választás van, vagy közgyűlés, vagy valami, vagy egyház közgyűlés, akkor csak azok szavazhatnak, akik ott vannak. És be kell küldeni az espereshez is, mert ha valaki panaszt akar benyújtani bármilyen ügyben, levelet küld, vagy felhívja az esperest, akkor az esperes első dolga előveszi a választói névjegyzéket. És ha az illető nem szerepel benne, akkor az esperes úr azt mondja, hogy hát, bocsánatot kérek, miről panaszkodik, nem is vesz részt a gyülekezet életében. Hát, fizetem az egyház fenntartó járulékot. Hát ez nagyon szép és jó, hogy teszi, de hát annyira sűrűn nem jár az Isten tiszteletre, vagy nem vesz részt az úrvacsorával, mert ha azt megtenné, akkor benne lenne a választói névjegyzékben. Tehát akkor neki nincs joga panaszt beadni presbiter ellen, gondok ellen, lelkész ellen, gyülekezet ellen, missziói munkatárs ellen, mit tudom én. Akkor először járjon az Isten tiszteletre, és tudja meg, hogy mi történik ott. Tehát ez védelem a magunk számára is. A választói névjegyzéket azért írjuk, hogy azok tudjanak csak befolyásolni az egyház ügyeit, akik építően részt vesznek a gyülekezet életében. Nos, van itt egy néhány kitétel, amit egy, mit tudom, egy 80 fölötti néni bácsi nem mindig tud betartani. És erre általában az a szabály, hogy aki mindig is építően részt vett az egyház életében, de az egészségére nézve nem tud eljönni Isten tisztelre, nem tud részt venni úrországon, lehet, hogy kéri, hogy elmenj a lelkész hozzá, az ott legyen a választói névjegyzékben. Tehát ha valaki saját hibáján kívül bizonyos dolgokat nem tud teljesíteni ezekből, akkor kegyelmet gyakorolhatunk. De ez kegyelem. A kegyelem az nem jelenti azt, hogy aki 50 évesen és 3 vállalkozása van, és ezért nem ér rá Isten tiszteletre járni, az is kerüljön bele. Nem. Mert úgy tudná elintézni a dolgait, hogy hetente egy óra legyen szabad neki. Tehát a kegyelem, az maradjon kegyelem, a szabály, maradjon szabály. És csak egy listát kell beküldeni az esperesi hivatalba, az a választói névjegyzék. De újra mondom, nagyon fontos, hogy itt az egyház községben legyen egy teljes nyilvántartás. Tehát az anyakönyvek alapján, vagy ismereteink alapján mindenkiről legyen kimutatás, hogy mennyire tartozik a református egyházhoz, mi mit teszünk ahhoz, hogy kapcsolatot tartsunk vele. Azt a levelező lapot mondtam, ami szerintem egy annyira alap dolog, hogy minden megkeresztelt gyerek minden születés napjára kapja a üdvözlő levelet. És akkor ugye nem lesz furcsa, amikor 4 vagy 6 év után megjelenik egy presbiter vagy egy lelkész, hogy most elkérjük a gyereket hitalra, mert ugye minden évben megmutattuk, hogy számon tartjuk az illetőt. Tehát ezek alap dolgok, de sajnos sok gyülekezetben nem működik. És ugye erenésre is ugyanaz érvényes, hogyha valaki találunk, akinek ez szívügye, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy még az üdvözőlapot is ő fizeti ki, és nem is kerül pénzbe. Hát akkor bajba leszünk, mert akkor ugye azt a 10%-ot mire kell költeni? Hát majd kitalálunk valamit. Jó.
lezárom az egészet. Először, és utána adok lehetőséget, hogy egy kérdéseket tegyünk. Tudom, hogy ez elég sok volt, amit elmondtam, ezért a legfontosabb dolgokat le is írtam, ugye föl van véve, tehát vissza lehet hallgatni, de ha valaki elfelejti az egészet, akkor remélem, hogy egy dologra legalább emlékszik, és az az, hogy a presbiteri munka legfőbb módszere a példaadás. Majd én, mint presbiter, elől járok abban, hogy tartom a kapcsolatot az Úr Jézussal. Próbálom, ha lehet minden nap, ha nem lehet minden második nap, elővenni a bibliolvasók alaust, elolvasni a szakaszt, elolvasni a magyarázatot, imádkozom, alkalmakra járok, amire tudok. Először magamat építem, utána a gyülekezetet építem. És akkor egy képpel zárom le, hogy a repülőgépen mindig azt mondják, hogy ha kevés lenne a nyomás a kabinban, akkor ugye leesnek a maszkok, és ha egy szülő utazik egy gyerekkel, akkor mi a jó sorrend? Mi a megfelelő sorrend? És ugye az a jó sorrend, hogy a szülő először magára teszi a maszkot, és utána a gyerekre. Miért? Mert lehet, hogy a szülő először a gyereken akar segíteni. Jó, de kevés az oxigén. Tehát ha a szülő először a gyereken akar segíteni, rátesz az oxigénmaszkot, aztán meg ugye nála elfogyott, a gyerek nem tudja rátenni a maszkot a felnőttre. Először, ezért a felnőtt először magáról gondoskodik, mert ha a gyerek nem kap elég levegőt, akkor a szülő majd gondoskodik róla. Ez a presbiteri munka. Hogy először én magam álljak tisztán az Úr Jézus elé, utána pedig igyekszem a legjobb tudásom szerint részt venni a gyülekezeti munkában. Először magamról gondoskodom, utána a nyájról, és ha ez megvan, akkor nem kell félni az álmodástól sem. Köszönöm szépen. Akartál még az, amit... Nem lényeges, bocsánat, nem volt annyira lényeges. Nem akartam megzavarni ezt a gondolatmenetet. És az lett volna a kérdésem, hogy aki magát reformátusnak vallja, az mit jelent? Tehát van a gyülekezetünkben több olyan ember is, aki tulajdonképpen reformátusnak vallja magát, de hát a legutolsó, amit, ahol ő erről vallást tett, az még a bérvállás volt. Tehát, nem, tudod, ugye a törvény az, hogy aki tehát 13 évesen bérmált, aztán 43 évesen rájött arra, hogy mégis jobb a reformátusoknál, onnantól kezdve a reformátusnak vallja magát, tehát nyilván tartott tag. Ha meg is van keresztelve, ugye nem számít, hogy katolikusnak, mert elfogadjuk a katolikusok keresztségét, akkor még meg is van keresztelve, mert két okunk is van arra, hogy nyilván tartsuk az illetőt. Viszont, ha úrvacsorát akar venni, akkor ugye a református szokás az, hogy az illető először a saját hitéről tesz vallomást a gyülekezet előtt, és utána kap jogot, hogy úrvacsorát vegyen. Tehát ezt be kell tartani szerintem. Tehát ha egy 70 éves valakiről van szó, akkor nem fogunk 2 éves konfirmáció sorozatot tőle kérni, mert lehet, hogy a végét sem éri el. Akkor kétszer-háromszor leülünk vele, beszélünk legalább az úrvacsoráról, a hitvallásról, és utána 70 évesen, 80 évesen a gyülekezet előtt 3 mondatban elmondja. És részt vesz az úrvacsorában. Ha egy 40 éves valakiről van szó, akkor egy nagyon szigorú vagyok, akkor egy éves, ami 25 alkalom, tehát az azért nem sok, tehát van ilyen felnőtt konfirmációi sorozatom, azon vegyen részt, van egy kis biblia ismeret benne, 10 parancsolatról beszélünk, néhány alapfogalomról beszélünk, bibliaolvasásról, imádkozásról, sákramentumokról, tehát ez kötelező, és akkor lehet 3-szor hiányozni, de hát akkor ez járja végig. Tehát ha komolyan gondolja, komolyan gondolja. És ugye a gyermek konfirmáció az eleve 2 éves, de itt szeretném hangsúlyozni, hogy a keresztségnél ugye a szülő azt ígéri, esküt tesz arra, hogy a gyerek önkéntesen a saját hitéről fog bizonságot tenni a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. És ugye a presbitérium
dolga az, amikor vizsgára kerül a sor, hogy nem csak a fejből tanult kérdésekről beszéljen a gyerekkel, hanem arról is, hogy valóban önkéntesen, és valóban a saját hitéről akar-e bizonságot a gyülekezet előtt. Mert lehet, hogy a gyerek mindent szépen megtanult, és odaadhatjuk neki a bizonyítványt, hogy elvégezte a tanfolyamot, csak a saját hitéről még nem tud bizonságot tenni. Akkor van olyan lehetőség is, hogy a presbiter azt mondja, hogy az illető elvégezte a konfirmáció tanfolyamot, köszönjük szépen, kap a oklevelet, hogy elvégezte, és kérjük, hogy amikor majd komolyan gondolja, akkor tegyen fogadalmat a gyülekezet előtt. Persze azt a szülőkkel kell megbeszélni, lehet, hogy a szülőkkel azt nem így látja, de akkor a keresztségi esküre lehet appellálni. Azt ígérte, nem azt ígérte, hogy két bicikli és három aranyláncér, a gyerek majd lelát papíron, konfirmált tagja lesz egy egyház községen. Annak semmi értelme nincs, az égvilágon nincs. Tehát a lelkész úr teszi az ő részét, de a presbitérium ezt beszélje meg, hogy mennyire akarja komolyan venni azokat az esküket, amelyek elhangzanak kereszteléskor, konfirmációkor, és amikor majd talán még közösen is olvassák a rituálási iratokat, akkor néhány szempontot fognak ott találni az úrvacsorával kapcsolatban is, amiről beszélni kell. És utána egy okos döntést kell hozni, és természetesen lehet bizonyos dolgokat fokozatosan is bevezetni. Tehát Budapesten, Nagyvárad téren, akkor az úrvacsora egy kicsit ilyen össze-vissza volt nálunk, az első lépés az volt, hogy minden úrvacsora alkalmával felolvasta a gondnak a heidelbergi KT-ből azt a két kérdést, hogy ki vehet részt az úrvacsorában, és a másik kérdés, hogy akkor bárki vehet részt az úrvacsorában? És akkor válaszol, hogy nem. Tehát akik az életükkel megmutatják, hogy nem követik az Úr Jézust, azok ugye ítéletet esznek isznek maguknak. Először csak, hogy ki volt jelentve minden úrvacsora elején. És semmi más. Második évben, akikről tudtunk, hogy veszi az úrvacsorát, de nincs kimutatás arról, hogy konfirmált volna, oda mentünk, beszéltünk vele. Hogy gyere el a felnőtt konfirmáció alkalomra. Mondja az illető, hát de eddig is úrvacsorát vettem. Ugye ezt észrevettük, de nálunk az a szabály volt. És akkor nagy-nagy tiltakozások közepette az illető részt vett a konfirmáció tanfolyamon, és a végén azt mondja, hogy hát ő nem látja az értelmét, hogy miért kellett ezt elvégezni az úrvacsora vételhez, de rengeteget tanult. Hát akkor én még nem értette, hogy mire jó az egész, de mi megértettük. Tehát ez az okosság. Hogy valahova akarunk eljutni, de az nem azt jelenti, hogy akkor holnaptól már senkit nem keresztelünk, mindenkit ugye kiűzünk a templomból, és akkor a lelkész úr egyedül veszi majd a vacsorát. Nem. Tehát annak sincs értelme. Tehát ezt okosan kell, csak a cél, amit mondtam, egy egyes oktatás. A cél legyen meg, és utána majd szépen lassan a megfelelő lépésekkel arra felé közeledünk. Más kérdés. Kérés, vagy panasz. Van-e? Én szeretnék egy bizonságtételt tenni. Nem tudom, névileg lehet, hogy ismernek, Széplaki Etelkának hívnak. Mi 90-ben költöztünk át Romániából, Erdélyből, és azóta itt élünk Bátaszéken. Az igazság az, hogy az elején mi elég sűrűn jártunk Isten tiszteletre, a férjem és a családunk, de valahol úgy elmaradtunk az Isten tiszteletettől. És ez pedig azért volt, mert ahogy a világ mondja, hogy elég volt nekünk annyi, amennyi volt akkor. És telt múlt az idő, az anyósomék közben áttelepültek ők is, meg az én szüleim is. Tudni kell, hogy anyusom még református kerességű emberek voltak, hívő emberek voltak, és az én szüleim viszont kevésbé gyakorolták a hitüket, ők katolikusok voltak, én is katolikusnak kereszteltek, birmálkoztam, de nekem a katolikus vallás semmit sem adott. Látván az apusoméknak a hívő életét,
valahol valami vonzást kaptam élet után. De mivel, hogy a férjem, ezt meg kell mondjam, nem volt hívő ember, ezért én utána mentem, hogy nekünk elég annyi, amennyi, az túlzás már, amit ők csinálnak. Megint telt el egy csomó idő, és bizony az élet olyan volt, hogy nagyon nagy próbatételek elé állított bennünket, legfőképpen engem, és bizony nem tudtam a megoldást ezekre a próbákra, és elkezdtem úgymond Isten felé fordulni. Ezt megtettem itthon, úgymond aposomékkal, de ugyanúgy ez a dolog nem a szűk családi körben fejeződött be, hanem úgymond a munkahelyemen is volt egy munkatársam, akivel Istenről kezdtünk beszélgetni. És ez a beszélgetés oda fajult, vagyis már oda nyúlt, hogy azt mondja, ha téged ismer ennyire, vagyis érdekel ennyire Istennel való dolgok, akkor gyere velem el egy közösségbe, ahol a Biblia órán nagyon sok olyan dolgot találsz, vagy dologra kapsz választ, amire nincs válasz. Nem tudok én se válaszolni. És elmentem, és így kerültem én Szexárdon a metodista közösségbe. Ide járva először elmentem, és ott ragadtam. Úgyhogy minden héten bibliaórára jártam, minden héten istenettiszteletre jártam, és eljutva egy gyülekezeten keresztül Biatorbágyra megtértem. Számomra ez a megtérés azt jelentette akkor, hogy hoztam egy döntést, hogy Istennel és nem mással. Ez a döntés egy 180 fordulatot hozott az életembe, ami azt jelentette, hogy a megtérés azt jelenti számomra, hogy csak az Úr Jézussal élek, és az Úr Jézus az én megváltom, aki egy új életet és egy szabadulást ad számomra. Most itt ebbe a közösségbe nagyon nagy támogatást és segítséget kaptam, hogy a hívő életem elinduljon. Ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy egyik napról az ember megváltozik. A hívő élet az egy folyamat. A megtéréstől az elhalálozásig. Ez azt jelenti, hogy az ember a hívő életében nap mint nap változhat. Mert az ember minden nap eleshet, minden nap bűnöket követhet el, de van egy megváltója, aki megszabadítja. Ezt azért mondtam el itt mindnyájatoknak, mert lehet, hogy többet láttad már az utóbbi időben itt a református közösségben. Tudnélik, mióta itt van a lelkész, egy alkalommal találkoztunk is, és elbeszélgettünk, és úgy éreztem, hogy nekem nem csak a szexuális közösségben van szolgálatra való lehetőségem, hanem itt is. Most ezért vagyok én itt, mert tudnélik, én úgy érzem, hogy az Úr Jézus előtt nincs katolikus, nincs református, nincs ortodox, nincs metodista, egyetlen van, hogy hiszek-e az Úr Jézus Krisztusban. Az ő szabadításába, ő az én megváltom és szabadítom, ha ő az, akkor azt jelenti, ahol őt ugyanennek vallják, nekem ott helyen van. Ezért én úgy érzem, hogy most ezt nektek el kellett mondjam, bocsánat a tegeződésért, de a Krisztus hívők között ez élő, a tegeződés, és úgy érzem, hogy ezt azért is el kellett mondjak, mivel hogy lehet, hogy sokakban felvetődik az a kérdés, hogy na hát én miért vagyok itt. Ahol beengedtek, én ott leszek. És ahol feladatot kapok, én itt mindenki előtt vállalom, hogy azt, amit elvállalok, azt meg is teszem. De nem az emberekért, úgy, ahogy itt elhangzott, hogy ellen csak egyszerűen azért, mert az Úr Jézusért teszem. Mert én erre elhivatást éreztem, hogy ő neki szolgáljak. Köszönöm szépen. Mi köszönjük szépen. Mindjárt itt a déli harangszó. Én azt javaslom, hogy egy rövid imádsággal zárjuk le együttlétünket. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, te, aki a mi gyülekezetünk főpásztora vagy. Köszönjük, hogy te önmagadat sem kímélted,
eljöttél, bár te Isten voltál, eljöttél emberként, erre a világra születtél, közöttünk éltél, sok mindent kellett eltűrned emberektől. Aztán végül is a Golgotai kereszten vállaltad értünk, miattunk a halált az Isten teljes átka alatt, de te legyőzted a halált és a sátánt, és köszönjük, Urunk Jézus, hogy ezt a hírt vihetjük ki a világba. Erről tesz bizonságot a gyülekezeténk létezése is, mert kész csoda, hogy van Alsónéken is, meg Bátaszéken gyülekezet már mióta. És tudjuk nagyon jól, hogy ha te nem lennél itt velünk, ha te nem vennéd kezedbe az irányítást, akkor az emberi viszálykodások miatt lehet, hogy már rég nem lett volna gyülekezet egyik helyen sem. De te gondoskodtál arról, hogy mindig is voltak emberek, akik előrébb vitték ügyedet. Ezt köszönjük, hogy ezért lehettünk ma itt, hogy mi is elgondolkodjunk azon, hogy hogyan építhetjük a te gyülekezetedet, aminek mi lehetünk a tagjai. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bennünket választottál bojtárnak, hogy melletted a te útmutatásod szerint dolgozzunk és felelősséget viseljünk ebben a gyülekezetben. De kérjük, Urunk Jézus, segíts nekünk abban, hogy mindig szem előtt tartsuk azt, hogy nem csak bojtárok vagyunk, hanem bárányok is. Segíts nekünk abban, hogy minden saját ügyünkkel hozzád forduljunk, mert csak akkor lehetünk alázatosak a gyülekezetben, hogyha alázatosak vagyunk előtted. És csak akkor lehetünk szeretetteljesek a gyülekezetben, hogyha tőled kérjük el minden pillanatra azt a szeretetet, amivel szolgálnunk kell. Csak akkor fog erősödni a hitünk, hogyha hozzád fordulunk, amikor hitetlenségben találjuk meg magunkat. És csak akkor tudunk beléd kapaszkodni, ha te erősíted meg bennünk a reményt. És ezért kérjünk, Urunk Jézus, adj meg mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy a neked tetsző módon betöltsük tisztségünket, és utána pedig bármit kérhetsz tőlünk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy itt voltál velünk, és megáldottál bennünket jelenléteddel. Kérjük, áld meg az ételt is, az italt is, amit a te kezedből kaptunk. Áld meg azokat a kezeket, amelyek elkészítettél nekünk az ebédet. És amikor majd hazaindulunk, kérjünk, maradj velünk, óvj meg bennünket minden bajtól is. Adj nekünk megfelelő felkészítést arra, hogy majd tiszta szívvel esküt tudunk tenni az egész gyülekezet és a te színed előtt. Amen. Amen. Köszönöm szépen az aktív részvételt.